fontos, hogy megőrizzük a hitünket és méltóságunkat, hiszen sokan vagyunk olyanok, akik úgy gondolom, hogy méltatlan eljárások alatt állunk, de ez egyébként most mennyire inkább azt veszem észre, hogy nemesít és összehoz olyan embereket, akik mai időkben egy kicsit talán elhagyottnak érzik magukat. Mindenkor oda fogok menni, ahol Gaudi Nagy Tamás van. Véleményem szerint, ahol igazság van, ő ott van. Ez nekem egy irányadó, egy jeladó. És ő mindenkor úgy tett, akár Délvidék, akár a felvidéknek a szempontjából, ahol mindenkor a magyarságnak az érdekeit próbálta képviselni minden nehézségek ellenére. És én nagyon-nagyon remélem, hogy itt egyértelműen az igazság fog kijönni Tamás részére. Köszönöm szépen! Az összes ilyen nemzeti kirakat perben, ami nemzetiek ellen folyik, azért kell, hogy jelen legyünk, hogy figyelemmel kísérjük, hogy sajnos elég rossz tapasztalataink vannak az eljáróhatóságoknak a visel dolgairól, és most igazából az utóbbi időben, mintha inkább rosszabbodna a helyzet, mint javulna. Itt egyébként úgy tudom, hogy egy nagyon korrekt bírónő volt. Tehát azért, hogy rajta tartsuk a szemünket ezen a dolgon, és ne tudják a hátunk mögött elintézni az ilyen ügyeket. Gaudi Nagy Tamás, aki a nemzeti jogvédőként elsőnek lépett elő a hazáért, minden olyan dologért, ami a szabadságért küzd. Isten minden ember szívébe írta a szeretet igazságának a törvényét, és nagyon jó lenne már a Szent Koronában megkapva ezt megvalósítani. Kiáltunk a Földért, kiállunk minden egyes emberért. Nagyon jó lenne, ha ilyen felesleges dolgokért nem olyan embereket citálnának ide, akik tényleg a magyarságért állnak ki. Eljöttem erre a tárgyalásra, mert a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak még annak idején alapító tagja voltam, és úgy tartom, hogy ki kell állnom a Tamás mellett, aki tényleg a zászlót vitte, és 10 éven keresztül harcolt mindenkiért. Most ő érte nekünk kell harcolni, hogy az igazság kiderüljön. Az egész ügyel kapcsolatban csak azt annyit mondanék, én Tarci István vagyok, hogy nagyon furcsálom, hogy az igazi tettest, azt a általam provokátornak nevezett hölgyet senki nem keresi, és nincs itt. Kérem, hogy a következő tárgyalásra is jöjjenek el, amikor már ebben a küzdelemben a reméljük az utolsó felvonásra kerül sor, legalábbis első fokon. És hát a többi bajtársnak és hazafinak is azt kívánom, akik hasonló vagy ilyen jellegű eljárások alatt állnak, hogy ne rettenjenek el, ne adják fel, hiszen a nemzetét folytatott küzdelemben sok csata és megpróbáltatás vár ránk, de a végső cél az mindenképpen mindenkit át kell hasson a nemzeti rendelkezés kivívása, amelyhez vezető úton most már egyre közelebb járunk. Köszönöm szépen a kitartást, bátorítást, és mindenkinek szebb jövőt.